Nyolc. Zoltánék, hallgatva értek be a szakmári tagyára. Ez a tagja egész másképp volt teremtve, mint a csörgőcsuli nyomorlaka. Ez valóságos kis kastély volt, s a park közepén állott. Nagy, lombos fák alatt futott be a kocsi, s a nagy tornác előtt állott meg. A holdfényben látni lehetett a nagy virágköröndöt, tele rózsákkal. A rózsafák mellett fehér karók voltak, s nagy színes üveggömbök csillogtak a holdvilágon. Ezba Ez bár úri hely! – kiáltott fel a vendég, és olyan őszintén tört ki belőle az elragadtatás, hogy borbíró hangosan felkacagott, s maga Zoltán is elbosolyodott. – Hát nem csak a Dunán túlom vannak úri helyek, mi? – mondta Borbíró, mikor a tornácon megállottak. Szép holcsütésben elnéztek a kedves kis parkra. Zoltán is megállott egy percre, s érezni lehetett, milyen gyögyörködve néz a maga kis világában körül. Aztán ott hagyta őket, s bement az ezredessel, hogy a lámpákat meggyújtassa. Ilyen, nincs is több ezen a tájon, Ilyen egy úrikert, mondta Borbíró. Hát sok pénz is van ebbe. Meglátszik, ki az úr. Hallgattak, aztán csendesen tette hozzá. Nem háromszáz kis magyar holdhoz való, mi? Becsületére válna ez egy háromezer holdas uradalomnak is. A vendég megértette. De én azt hiszem, több is volt itt valaha háromszáz holdnál. Mondta dörbögve? Több bizony, a régi időbe. Mi volt itt, jó Isten? A régi szakbárjaknak? Minden az övék volt, az egész nagy világ. Csak a jó Isten tudná megmondani mennyi. Nem három ezer, hanem harminc ezer, száz ezer. Akkor nem a oldakba, hanem falvakba, meg városokba. Pusztákba. De hát az régen volt, a Rákóczi korba. Szakmári generális volt az utolsó. <laughs> Konfiskálták. Ment az egész német kézre gróf, Granada tábornok kapta. A szakmáriaknak semmi sem maradt, csak egy sarok, anyai jusson, mert az anyjuk testvére labanc feleség volt. Hát az kicsit hogy egy tagot meghajtak nekik. Volt két-három ezer hold, el is tartott de akkor meg kiszakadt belőle a faluk. Úr béres hely volt, Azután meg jó vér mindig volt a szakbári fajba. Aztán eladogatták, suttogva tette hozzá. Az én édes nagyapám ebből a birtokból vette ami nekünk van, mert nem volt nekünk semmi. Kúpecek voltunk, aztán... Ügyes volt az édes nagyapám. Addig seftet, megvette. Most ami enk? De hát az igaz. Ilyen kert az nincsen az egész megyébe, az egész hajdúságon a tiszáig. Van itt még ezüst fenyves is. Ú, csilinge a levele, mint a színezis. Azt mondják éjfélbe. Kísértetek járnak. Az ős szakmáriak így szoktak felblizni. Nevetett hozzá, vastagon, borosan. Már nem volt részek, csak a szagad belőle a bornak. Na, <laughs> fene egyebek a magját ennek a góbénak, mert székelyfaj ez a csörgő. Ennek is csak az apja szakadt ide. Az is úgy jött, te volt neki semmi. Egy szekére jött, az Isten tudja honnan. Itt meghalt a felesége, s azt beleházasodott a leggazdagabb familiába. Ídes leányt vette, Na, ez is édes jány, az öreg csulinak a felesége. Údok a testvére neki, az a szerencséje, mert nem volt köztük soha szerelem. Mánta is az asszony, hogy az öreg merre, s hol Nagyon jó fajta nép, nagyon derék egy tisztességes asszony, fídom úri asszony. Nő egyleti elnök nő a városba. Mindent ő Nagyon iridni is érte az öreget. Mindenki, mert nem kívánhat tőle olyat az ura, hogy az meg ne tegye, s el ne nézze neki. Újra hallgattak egyet, akkor így folytatta. Ugye milyen takaros az a kis tagyásné, <laughs> mint egy vánkos, <laughs> egy jó meleg dúnyha. Csendesen röhög délt. üljünk már le! A Zoltán nem jött! Baj, megjött! Fehér kerti székek voltak a tornácon. finom, fonott székek, abba ültek a szép, holcsugaras éjszakában. Borbíró beszélhetett. Zoltán csak nem jött. Úgyhogy borbíró, ahogy beleült a kényelmes székbe, elkezdett nehezedni a nyelv, a szeme. és a vendég egyszer csak azt a furcsaságot vette észre, hogy egy félbeszakadt mondat közepén elkezd hortyogni. Most aztán maga maradt, s az a szemeire is ráereszkedett lassan az álom. Zoltán ez alatt bevitte az ezredest a vendégszobába, lefektette, aztán végigment a szobákon, és egyre mohób és sietőbb léptekkel ért be egy hátulsó szobába. Benyitott. Egy kis éjjeli lámpa égett az ágy mellett, s az ágyban aludt a lány. Leült mellé a székre. Nézte az arcát. A lány mosolygott. Felnyitotta a szemét, aztán tovább aludt, de mosolygott. Ő pedig elfeledkezett a vendégeiről, s nézte, nézte, éberen is, egyre izzóbb éberséggel a lány arcát, amely olyan volt, mint az világ. Nézte ezt az arcot, ezt a különös arcot, amelyet sohasem bírt eleget nézni. Mondta magában, hogy szép, szép ez. Nem szép. A lány egy vékony nyári takaróval volt letakarva. Furcsán elszédültem feküdt, mintha az álomba beleszédült volna. Szinte érezni lehetett, hogy kering vele az ágy. Lendül, szédül, imbolyog. Az éjjeli bécses, mozgó, bolygó fénye ott volt az arcán. A haja barda volt. Kicsit aranyos barna, s lazán csapott le a hoblokára. Egy hajfűrta a fülét szabadon hagyta. Milyen szép kis porcogó fülecske! Milyen édes kis kagyló, kis csigabiga! Milyen furcsa, miből áll az ember? A lány, a nő. Nézte, nézte. Az álla gyögyörű volt, hamvas és egészséges. Az egész lány oly egészséges volt és töltött, mint egy tökéletes rózsabimbó, s a szája mosolygott. Édes kis íves és duzzadt szájacska volt, olyan volt, mint egy illatos bimbó. Piros volt a halvány arcban, de ez a halaványság valami rendkívüliség volt, mint az elefáncsont. Még új friss és fehér. Az egész arca olyan volt, mintha elefántsontba volna meccve, s finomra, simára csiszolva. S a nyaka, drága kis tokája alatt a gömbölyek kedves nyaka, s a válla, melle, ahogy a formák tova hajlanak, ahogy a tengervize tud meghajlani a szél alatt, mint egy olvadékony anyag, az egyik térde ki volt a paplan alul, s a lába kicsit vastag. S a kezei kicsit még mindig vastagok s erősek. Csuklóban erős, a sok kapálás megedzette, ellaposította, megvastagította. Csak ezen látszott a múlt hogy egy szegény paraszt ember lánya. Hogy nyolc gyerek volt a fészekben, ahonnan kirepült, ahonnan eljött a tanyára szombás lánynak. Havi fizetése harminc kiló liszt, két kiló szalonna, két kiló só, két kiló bab és három forint. És ott volt a többi summás közt, ott aludt a pajtában, skapálta a cukorépát, és gyűjtötte a szédát, ahova épp kikülte a botos ispán. Nagyot mélyet sóhajtott, s a szíve körül nehéz és roppant kím volt. Lehajtotta a fejét, s belejtette a tegyerébe, s a tenyerét a térdére támasztotta így ült sokáig, s nem gondolt semmit. Nem érzett tisztán semmit, csak valami kint. Aztán eszébe villant a vendégmeséje. Az az eset, amit elmondott. Az őrnagyról, aki rokkantan magához vesz egy paraszlányt, s azt felneveli magának, s az betegséget kap a részek és sánt a bérestől, mert belecsömörlött az uraságba. Ahogy nézte a lányt, nem, ez nem fog belecsömörleni az uraságba. Ez úgy fekszik itt a tiszta sejem finom, kar nélküli inkben, mint bármelyik úri kisasszony. Ez olyan elergyetten, boldogan fekszik a finom fehér ágyon. Ennek az egész lényéből valami olyan úriasság, beleszületettség van. Ezt kitépni innen, s kidobni megint a pajtába, ahol mészszel van fertőtlenítve a padló, és negyvenen fekszenek sorba a szalván, a pokrócokon. Fejük fölött, mint a kaszárgyákban, mindenkinek egy kis polc, s a polcon a bádog edénye, kanállal. S amikor a mezőről hazajönnek a kapával, s fáradtan körülölik a nagy trágyadombot, amit ők maguk választottak főzőhelynek, Mert ott készen van az ízek, a csutka, amivel tüzet lehet rakni a maguk kis tűzhelye alá, amit agyakból maguk csináltak maguknak, és megfőzik a lebbencsöt vagy a paprikás levű krumpli levest, egy kis szalodbából. Snóta nélkül és mese nélkül mennek a pajtába. Külön a legények, s külön az asszonyok. Yeah. Ja, nyögött felcs, az esze tovább fűzte a gondolatokat. Tavaly még ott hevert. Nem, már tavaly nem. Harmad éve ősszel vette ki, mikor készen voltak a cukorépatisztítással. tisztítással. Mikor a körbük odafagyott a répára, s rakták a nagy szekereket, amelyek vitték az állomásra az egyforma fehér répatömeget. Akkor vette ki, s ide vette. Elébb a cselédházba, s mikor üres lett a tanya a szobalányok szobájába. Múlt tavaszon már idebe a nagyházba a dédanyja kis hálószobájába, ide. Lehet azt kell képzelni, hogy ez a lány valaha visszavágjon a piszokba és szegénységbe, a ganyédombra levest főzni. De mit akar vele? Miért hordja ki másfél év óta hozzá a Wagnert, a kis zsidó tanárt, hogy tanítsa? s ő maga mennyit tanított. Írni se tudott, csak úgy valahogy. Mennyi öröm volt, mennyi esze volt, milyen könnyen tanult, egész új módszerrel. Az a legelső lecke, mikor megmutatta neki Európa térképét, és mutatta a barna Ez az ural, Európa határa. S most beszél Wagnerről németül, franciául, olvas regényt, jókait, bonpasszant. Kinyújtotta a kezét, s megérintette, megsímogatta a lány gyönyörűséges, szép állát. S a lány mosolygott, és odabújt a kezéhez. Odaadta magát. Ah, nem, ez nem megy vissza. Ez már nem ismeri. Ennek nem kell többet a trágyaszagú béres kéz. Sóhajtva nézte, s oly ébrem volt. Nem nézte, de érezte a bútorokat. A régi, politúros bútorok, az ősi szép koboly bútorok megnyugtatva sóhajtottak s örültek felé. Valami elszánt biztosságot és bátorságot érzett. Úgy érezte, mintha meghódított volna a földtől egy szűz területet, mintha egy kis életnek virágos kertjét teremtette volna meg. Ez az övé, ezt őtőle senki soha el nem veheti. Ez Egészen, teljesen, örökre, s végleg az övé. S erre még nagyobb sóhajtás szakadt ki belőle. Hát de mit akar vele? Milyen különös? Otthon a felesége, otthon a két gyereke. Szereti őket, imádja őket és itt kell ülni ennek az idegen testnek az áhítatos csodálatában. Éjféli misén. S ha otthon kellene lenni a felesége ágyánál, meg kellene halni. Na pedig imádja. Na több. Tiszteli. S még több. Reszkett tőle úgy érezte a hátában, hogy közeledik a felesége. Egyszer csak kijön. Egyszer csak egy éjjel kocsira ős kijön. Most érkezik. Most jön a hold alatt az úton át, sájába takaródzva, élesen és égő szembel. Mesebeli lovak zajtalanul hozzák a kocsiját s nesz nélkül ér az udvarra. A kutyák sem ugatják, s jön, jön végig a tornácon, végig a folyosón, s bejön. Jaj, itt áll a háta mögött, s itt kapja őt, ahogy ül és nézi éberen, s kidagat szemekkel a béres lányt. Uh mondta, s kivágta a karját, mint álomban, ha az ember lidérc öleléstől menekül, s felhördült. A lány felnyitotta a szemét, s mosolygott. Úgy ébredt, mintha nem is aludt volna. Úgy nyitotta fel szemét, mint az ölben elaludt csecsebő. Rádézett meleg barna szemeivel, s nézte őt. Na vajon Mit gondol? Vajon mi lesz az első szó, amit kimond? Milyen jó ember maga. Szólad meg a lány. Komorra húzta a szemét. Nem vagyok jó. Rázta a fejét. De maga jó. Nagyon jó. A legjobb ember. Sóhajtva nevetett. Legyintett is. De hogy is jó ő? – Ennek jó. – Jó, persze hozzá jó. Ha valakihez az életben, ehhez igen. – Mikor feküdtél? – kérdezte tőle. – Mikor? – mondta a lány, s édesen felemelte a fejét. A keze fejére tette a fejét, s úgy nézett, ahogy csak ő tud nézni álmodozva, kedves csöndességgel, édes mosolygással. Mosolyogni igen gazdagon tudott, egész arca mosolygott, arcának minden legkisebb részecskéje külön mosolygott. Én kinéztem az ablakom, a holdat néztem, mondta. <laughs> Milyen csodálatosokat tudott mondani, Parasztlány, a holdat nézt. Honnan jut neki eszébe, hogy a holdat néz? Egy ilyen lány tudna a sánta, rühes bérestől betegséget kapni, aki a holdat nézi. Hallgattam a békákat. Énekeltek. Békákat hallgattak éneknek hallja a béka Butaságot mondtam. Szól a lány olyan édes kis hangon, s a haját elhárította a homlokáról. Én olyan kis buta vagyok, ugye, hogy én szeretem hallgatni a holdvilágot. Tudja, az nekem olyan, ha a holdat nézem, beszélgetek. Tudja, én a Jászminnal is tudok beszélni. Tudja, mintha a Jászminnak az illatja, tudja, ez olyan, mintha beszélne, mintha ez volna az ő nyelve. Nincs neki más nyelve szegénynek, csak a szaga, nem? Kigyújtotta a kezét, s a lány vállára tette, s annak az édes kis szája ferdén nevetett, és a fogai Hófehér, egészséges fogai csillogtak a gyenge mécsvilágban. Most a nyelvét is kinyújtotta. Olyan hegyes nyelve volt, s úgy kinyújtotta. Mert én magával beszélek. Skacéran hátrább vetette a fejét a párnán, és szemérmesen nevetett, s úgy nézett, mint a régi olasz képeken a bűnbánó Magdolda felemelt szemekkel, hogy a személynek a fehér karikája látszott a barna szembogarak alatt. Én olyan boldog vagyok. Zoltán megrázkódott. Jaj, de szép! Mondta magában. Bestia! Bestia! Hogy tudja kelletni magát? és felvillant benne az az érzés, hogy ez a lány másnak is így tudná. Már nem béresnek, nem kocsisnak, uraknak, másnak, finom uraknak. Nem onnan kell ezt élteni, attól, hogy megcsömörlik a gazdagságtól, az uraságtól, hanem fordítva, Attól kell félteni, hogy kirepül, szárnyan kirepül az ablakon, és elszáll csillogva, mint egy lepke, felfelé, a csillagok felé. És elszáll, és beszáll egy másik kastély ablakon. Mesély, mondta neki. Mit? Magadról akármit ami eszedbe jut. Semmi se jut eszembe. Zoltán behunyta a szemét, s mély lélegzettel, magorván dörbögte. Is lánykorodról mesélj. Arról meséljek? Arról. Aztán maga akarja? Akarom. Aztán maga szereti hallani? Szeretem. Miért szereti? Fene tudja. Azért, hogy a hangomat hallja? Igen. Szereti a hangom? Szeretem. Nagyon? Nagyon. Igen, nagyon? Rettenetesen. Miért szereti a hangom? Nem, Nem. tudom. Azért, mert az az én illatom? Zoltán megborzongott. Egész testén kélyes vibrálás futott végig. Igazán úgy érezte, mintha illatot érzett volna, amely a szívére csapott. Budaságot mondok? Nem. Mert tudja, én úgy gondolom, hogy a jázmin virág az illatával beszél, a kislány meg a hangjával illatosít. Te édes! Én nem tudom kimondani? Tudod-te? Csak ami eszembe jut? Igen. Én néha úgy gondolom, hogy én nagyon szépeket tudnék mondani, ha ki tudnám mondani, amit gondolok. Te drága. De nem tudom. De igazán nem. Mert a nyelvemben úgy magától kellene jönni. Nem is tudom, minek. Érti, hogy gondolom? A jázminnak nem kell gondolkozni, hogy szaga legyen, csak ha jól érzi magát. Tudja, ha jó eső volt, meg szép csendes éjszaka van, meg a hold is süt. Meg a békák is beszélnek, akkor belőle is kijön az illatja. Maga engem úgy művel, én tudom, hogy hol van Spanyolország, meg Portugália, meg tudom, hogy mi a főváros a Svédországnak, meg azt is tudom, hogy a villámlás az elektromosság kisülése a felhők közt. Sokat megtanított, de azt nem tudom, hogy csak úgy magától jöjjön ki belőlem a szó, mint a virágból az illat. Mert tudja, nekem ahhoz mindig gondolkozni kell. Én hiába gondolok arra, amit nekem a Wagner tanít, meg amit maga tanított. Én valami mást szeretnék mondani. Tudja, mit szeretnék mondani? Azt, hogy maga olyan jó. Olyan igen jó. Én ezt szeretném megmondani. De tudja, nem szóval, hanem illattal. Hát nem érzi? Mét? Maga vett nekem parfümöt, és én mikor lefeküdtem, meglocsoltam magamat egy kicsit. Mert én úgy gondoltam, hogyha én magamra öntöm azt a kis parfümöt, amit maga vett, akkor nekem nem kell egy szót se szólni, csak maga megérzi, hogy én azt akarom mondani, hogy én magát nagyon jónak érzem. Hú, te, te, gyönyörű, gyönyörű, te. Alávaló bédes kis dög. A lány édesen nevetett, és beje az ágyon, és helyet adott a megveszekedett férfinak.